Július 20-án és 21-én V4-ek kerékpárversenyt rendeznek a megyében. Felvezetőként szombaton Nyíregyháza nagydíjáért szállnak nyerekbe a bringások. A belvárosban kialakított 900 méteres pályán délben az U13-as korosztályi versenyével indul a program. Hét korcsoport futamai után két amatőr futam következik, 17 órakor pedig az elitmezőny vág neki a 45 kilométeres távnak. Lesz kontinentális induló, a szerb nemzeti válogatottra számítunk, a magyarok részéről a két legerősebb csapat, a Pannon, illetve az Epronex leadta a nevezését, gyakorlatilag a válogatottat ők adják. Az osztrákoknál van egy kontinentális csapat, akinek várom a visszajelzését, a csehektől a Tufo leadta a nevezést, ez szintén egy kontinentális csapat, illetve a szlovákoknál van egy klubcsapat. A megyeszékhely alpolgármestere szerint a versenynek a sportértéken túl turisztikai hozadéka is lehet. Nyíregyházának ez egy kiváló alkalom arra, hogy a kerékpárnak a szerelmeseivel, a kerékpársport szerelmeseivel megismertethessük test közelből azt, hogy milyen egy profi verseny, milyen az, amikor itt az emberek végén kerékpárval szinte egymásnak mennek, vagy 2-3 centire mennek el egymástól, hogy lássanak ilyet is. Meglátványnak sem, azt gondolom, hogy egy utolsó dolog, és remélem azt, hogy Európából minél több ember megismeri a városunknak a nevét, a megyénket, illetve ezt az egész régiót, és minél többen fognak ide ellátogatni. Az elitfutam dobogósai között 250 ezer forint pénzdíjat osztanak szét. A versenyen itt lesz a Giro d'Italia nagykövete, a kétszeres győztes Gilberto Simoni is.